Harmadik Kálmán vagyok, természetgyógyászként dolgozom. Egy olyan esetet mondanék el, ami a egykori anyosommal 91 éves korában történt. Ennek 3 éve elesett, comnyaktörést kapott, és az érdekesség ebben az, hogy a comnyaktörés előtt nagyon súlyos csontritkulás problémái voltak, rendszeresen hordtam kezelésre a Bajcsi Kórházba. Idő után javult az állapota, úgyhogy folyamatosan évről évre leírták, hogy az előző évekhez képest javult az állapota. Amikor a szomnyaktörést kapta, akkor aznap éjjel megoperálták, egy hét múlva a kórházban járókerettel már mozogni tudott, 10 nap múlva a műtétre kiadták a rehabilitációs kórházba, ahol egy hónappal a műtét után filmre vettem, hogy járókeret, bot és mankó nélkül közlekedni tud, és saját tengelye körül megfordul. Arcán a fájdalomnak a jele sem volt látható. Én úgy gondolom, hogy az oszteoporózisnak, csontritkulásnak a problémáit érdemes lenne átgondolni. Ami erre az állapotra tudta őt segíteni, az a trészminerász 84 napi 15 cseppes adagja volt, szedte ugye egyéb problémái miatt a flavihetet folyadékként, napi 10 millilitert, és ami a nem utolsó nagyon fontos, az a koralkálcium és a hozzátartozó D-vitamin. Úgy gondolom, hogy ezt bárkinek, akinek csontsűrűség problémája van, szívből merem ajánlani.